tömött sorokban mozogtak a fiatalok a standok között csütörtökön a Continental Arénában. Rengeteg végzős diákot vonzott a Dönts jól, jövőd a tét szlogennel ellátott pályaválasztási kiállítás, amelyet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal szervezett meg. Nem volt véletlen a nagy érdeklődés, a járvány miatt ugyanis az utóbbi két évben csak online eseményen keresztül tudtak pályaválasztási tanácsot kapni a tovább tanulás előtt álló fiatalok. Ezzel a rendezvényben abban kívánunk segíteni, hogy egyrészt megismerkedjenek az intézményekkel, másrészt azokkal a nagymegyei cégekkel, akik tehetkorokkal várják reményénk szerint majd őket, amikor egy-egy szakmát megszereztek. Bízom benne, hogy segítséget tudunk nyújtani a fiataloknak. Nagyon nehéz döntést hozni, azt mindannyian látjuk, hogy az elmúlt évtizedekben a világ rendkívül felgyorsult. Gyorsan változik az, hogy mire van igazából szükség, mint szakértelem, és mire van kevésbé szükség, de nagyon fontos, hogy az első elrugaszkodás a pályaválasztás az jól sikerüljön. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum 10 iskolája képviseltette magát a pályaválasztási kiállításon. Az intézmények tanárai és jelenlegi tanulói nem egyszerűen bemutatták képzési kínálatukat, hanem élő szakmaudvart is kialakítottak azért, hogy az érdeklődők maguk is kipróbálhassák egy-egy szakma jellegzetességét. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum mindig arra törekedett, hogy helyben a gazdaság igényeit nagyon gyorsan és rugalmasan kielégítse. Most elsősorban a 8. pályaválasztás előtt álló tanulókhoz szólunk, és a standokon mindenféle információkat megkaphatnak szóróanyagokon keresztül, de kérdezhetnek, és nem csak a felnőttektől, oktatóktól, hanem nagyon sok diák van kint, aki jelen az intézményünk tanulói egy-egy szakmát sajátítanak el, ők pedig a saját élményeiken keresztül a kortársaiknak gyakorlatilag beszámolnak arról, hogy miért érdemes tanulni azt a szakmát, amelyet ők tanulják, és meg is mutatják a szakmának egy-egy fortéját. A kormányhivatal már 22. alkalommal rendezte meg a pályaválasztási kiállítást. Standokat pedig nem csak oktatási intézmények, hanem a Nyíregyházán és környékén működő vállalatok is állítottak, bemutatva azt, milyen ajánlatot tudnak most adni a fiatal pályakezdőknek. Úgy gondolom, mindenkinek ez egy nyerő helyzet azoknak az intézményeknek, akik szeretnék oda csábítani a fiatalokat magukhoz, és nyerő helyzet azoknak a fiataloknak is, akikben vannak még esetleg kérdések, és szeretnék feltérképezni azokat a lehetőségeket, amelyek a továbbtanulások szempontjából fontosak. És a továbbtanulás az pedig tényleg egy olyan különösen kardinális kérdés, amelyre érdemes időt és energiát fektetni, hiszen nagyban határozza meg majd egy-egy fiatal felnőttnek az életét az, hogy hogyan indul el, milyen körülmények között és milyen ingerek érik, és ezért nagyon fontos az, hogy tudják megnézni azt, hogy mi érdekli őket igazán. A nyolcadikosoknak 2023. február 22-ig kell eldönteniük, melyik középiskolában szeretnék folytatni tanulmányukat. Még a felsőoktatási intézmények jövő szeptembertől induló képzéseire február 15-ig adható be a jelentkezés.